Oranzs vagy kanadai sütőtök, halloweeni faragnivalótök, vagy nagy dobosi sütőtök. Ősszel rengeteg félét találhatunk a piacon ebből a magas karotén és C-vitamin tartalmú, sokak által zöldségként ismert, de valójában a gyümölcsök közé tartozó élelmiszerből. Melegigényes növény és sok vízrész szüksége van ahhoz, hogy igazán szép és vitamindús legyen. Bár a legtöbb zöldségnek és gyümölcsnek megemelte az árát a szélsőséges időjárás, a tökkel más a helyzet. Úgy látszik, hogy nem drágább a tök, mint egy évvel ezelőtt volt. Tehát mindennek emelkedik az ára, de a tökély nem. És azért volt jó a termés, mert jókor kapta az esőt, és utána megjött a sok napsütés, és így finom, édes és parázs a tök. A hosszú hétvége előtt azonban nem csak sütőtök fajtákból van nagy választék a nyíregyházi piacon, a virágárusok és sírdísz készítők is kitelepülnek ilyenkor. Minden szentekre és halottak napjára sokan az utolsó percekben szerzik be a temető díszeit, de vannak, akik jóval korábban, művirág formájában. Egy egyszerűbb sírdíszt már kicsivel 1000 forint alatt is vásárolhatunk. A mécsesekkel, feliratokkal és egyéb kiegészítőkkel díszített, monumentálisabb dekorációk azonban akár a 10 000 forintot is súrolhatják. Népszerű ilyenkor a krizantém is. A virág frissességétől és a fej méretétől függően ennek szállanként ára 100 forinttól 500 forintig terjed.